Vasárnap került sor az idei, immár évek óta hagyományos öregfiúk teremfoci tornára, amelyen ezúttal öt alakulat lépett pályára. Városunk csapata mellett Sáridudvari, Földes, Nádudvar és Nagyhegyes gárdái vívták körmérkőzéses rendszerben a mérkőzéseket. Ez a villámtorna egyébként immár második éve szerves része a Sáréti Öregfiú bajnokságnak is. Ez a mai esemény ez egy öt csapatos torna, ami bajnokság keretében megy. Ez a negyedik állomás hely, ahol most tartunk. Az ötödik az utolsó Sáridudvariban lesz. Sáridudvariban csinálunk egy ökszerzést, megnézzük, hogy ki hány csapat hány tornát nyert meg, és annak megfelelően lesz majd egy első, második, harmadik, negyedik és ötödik helyes kiosztás. Ez a torna régebbre visszatekint már, de igazából két éve megy bajnokság keretében. Az első évben még hat csapatos volt, akkor benne volt még Báránd, Nagyhegyes, Földes, Sáridudvari, Nádudvari és Püspökladány. Most sajnos Báránd különböző okok miatt visszalépett, és így ez az ő csapat maradt. Korábban ezt Szilágyi Bálint szervezte ezt a tornát, most átvette tőle ezt a szervezést. Miért? Hát egyébként tőlem nem áll messze a szervezés, mint tudják, akik ismerik, tudják, hogy szervezésben nem vagyok rossz, de sajnos Bálintnak munkahelyi elfoglaltságai miatt ezt nem tudta vállalni, de igaz, hogy nem ő ment el az emberekhez, de telefonon keresztül tartottuk a kapcsolatot, nagyon sokat segített abban, hogy kiket kell megkeresnünk a szponzoroknak, akinek előre is köszönöm, mindenkinek, minden szponzornak, aki kérte, hogy megemlítsük a nevét, és annak is, aki nem kérte, hogy megemlítsük a nevét a szponzorok listáján. De ezen kívül nagy köszönetet szeretnék mondani Pánti Ferinek, aki körülbelül ugyanannyit tett bele, mint én, és Cséki Istvánnak. Lényegében ezt a tornát igaz, hogy én vagyok a szóvívője, de ezt négyen bonyolítottuk le. Az elmúlt fordulókban hogyan szerepelt a Ladányi csapat? Ez már a negyedik forduló, azt említetted. Igen, az első évben a harmadikok lettünk különböző eredmények közt. Hát most elég gyengén állunk, most körülbelül a negyedik, és lehet, hogy még az ötödik helyen állunk, nem tudom pontosan, hogy hol. Most gyengében szereplünk. Sajnos az a legnagyobb baj, hogy nagyon sok olyan futballistánk, aki igaziából még fiatalabb nálunk, mert mi azért átlagban egy olyan 55-ös korosztály vagyunk, azért az elefelek jóval fiatalabbak nálunk, egy 10-15 évvel is mondhatom, hogy fiatalabbak nálunk, de nálunk a fiatalabb régió, azok nem nagyon vállalják ezeket a kiruccanásokat, mikor el kell menni idegenbe, és ezt meg is érni a csapat. Mit vársz a mai naptól? Körmérkőzés és a torna, tehát mindenki játszik mindenkivel. Hát az első meccsen most éppenséggel vesztésre állunk. 1-0-ra kikaptunk Nagyhegyes csapatától. Nincs veszve, még minden lehet, még bármi lehet ez. Nekem az a fontos most, már a bajnokság elment, már első biztos, hogy nem lehetünk a vég összesítésben. Jól lenne egy hazai pályán az első háromba szerepelni, de az a lényeg, hogy a srácok jól érezik magukat. A végén van egy vacsora, egy vacsorával megünnepeljük az egészet és a mai napot sérülésmentesen mindenki jól érezve lezárjuk. A villámtorna az előző évekhez hasonlóan most is remekül sikerült, legalábbis a rendezés szempontjából. Az eredményesség kapcsán ugyanakkor bőven lehetett hiányérzete a végelszámolásnál Magyarorsi Jánosnak, hiszen a Ladányi alakulat pont nélkül zárta a játéknapot. Így nem sikerült a legjobb három közé kerülni. De amint hallhattuk, ez ebben a korban gyakorlatilag már másodlagos. A fő cél, hogy mindenki jól érezze magát és ne sérüljön meg. Márpedig ezt sikerült megvalósítani. Persze a közhelyes mondás szerint sokkal jobb nyerni, mint kikapni, és ezen a téren a mind a négy mérkőzését megnyerő Sáridudvari vitte a prímet. Az udvariaknak ráadásul ez már a második torna győzelmük volt az idei sorozatban. Mögöttük a második helyen Nádudvar csapata végzett, harmadik lett Földes, Nagyhegyes szerezte meg a negyedik helyet, míg a sereghajtó ötödik pozíció a Ladányi társaságnak jutott. Mint minden évben ezúttal is díjazásban részesültek a legjobban teljesítő játékosok. A legjobb kapusnak a Nádudvari Nagy László bizonyult. A legjobb mezőnyjátékosnak a püspökladányi Cibi Lajost választották meg a csapatvezetők. A legjobb védőnek járó Máté István díjat a földesi Pap Bertalannak ítélték oda, míg a villámtornak gólkirályi címét a nádudvari Rásó Péter érdemelte ki. És amint hallhattuk, ezzel még nem ért véget a bajnokság, a záró fordulóra hamarosan Sáridudvariban kerül sor.